Alsó és Felső Bencéd, alig 18 hektáron fekvő összenőtt udvarhelyszéki kisfalu. A szájhagyomány szerint Várhegy nevű dombján élt egykor Firtos várának utolsó birtokosa, akitől a szerzetesek csellel vették meg a legendák homályába veszett várat. Ma már csak egyetlen család viseli a Firtos nevet a faluban, de annál többen vannak pap nevűek. Makkai Ilkei Ildikó több mint 10 éve szolgál lelkészként az alig 200 lelket számláló Alsó és Felső Bencéden, ahol élni és szolgálni is ajándék. 2006-ban, amikor ide kerültünk, akkor egy 140 lelkes közösség volt, és pontosan az első idősek vasárnapjára készülve csináltunk egy kicsi számítást, és 60-nál több idős volt. Na most újra itt idősek vasárnapjára készülünk, és most csupán 29 idősünk van, tehát elhaltak az idősek, viszont most közel 200 lelkes a gyülekezetünk. Tehát megnövekedtünk. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy a közeli városból sokan véglegesen hazaköltöztek, vagy ha nem is két laki életet folytatnak. Kukorica, zab, árpa, tehát mindent őrölünk összes. Ez pedig már a papcsalád portája. Az ő életük jó példa a kétlakiságra. Van lakásuk a közeli városban Székelyudvarhelyen, idejük jó részét mégis Bencédben töltik. 2005-ben házat vásároltak a faluban, azóta egy jól működő gazdaságot is sikerült létrehozniuk. Ma már önfenntartó családnak számítanak. Mi elképzelhető saját magunknak megtermeljük. A családot nem csupán a gazdálkodás köti a faluhoz. Maga a falu közösség az nagyon jó, tehát nagyon szeressük itt lenni. Tehát az azt jelenti, hogy pénteken, ahogy a gyermekek az iskolából jönnek, mi szedjük a hakipakit, és ki vagyunk jöve falura, és vasárnap este megyünk vissza. Ez a szintén papcsalád nevű fiatal házaspár Bencédben képzeli el a jövőjét. Helyi munkalehetőség hiányában ugyan más településen kénytelenek dolgozni, de ez sem szegi kedvüket a falusi élettől. Nem akartam elszakadni ettől a faluttól, főleg ahogy ide kerültek a lelkésznőjék is, nagyon egy összetartó közösség lett, és nem vonzott az, hogy külföldön kezdjünk életet. Szeretettel várjuk vasárnap 11 órától az idősek ünnepére a templomunkba. Köszönöm szépen! Ez az idős özvegy férfi a közeli városból, Székelyudvarhelyről költözött vissza szülőfalujába. Aki idegenbe próbálkozott, megkóstolta az idegen földön az életet, az már fölébredt benne a honvágy, fölébredt benne a szülőföld utáni vágy, szeretet. És a szívem mindig haza vár. Nem telik el hónap, hogy ne lenne valami ünnepelni való. Legutóbb például azt a székelykaput avatták, amely a leendő közösségi ház előtt hirdeti, az ide betérő áldva lesz. Az egyházközség által megvásárolt portán belül vendégszobákat szeretnének kialakítani, emellett emlékszobát a faluból elszármazott, közismert személyiségeknek. A tervek szerint az udvaron álló csűrből olyan tér lesz, ahol a falu népe időről időre együtt lehet. Mindezeket most látványtervek mutatják. A lelkészasszonynak nagy álma teljesül a közösségi ház létrejöttével. A tervezésnek azonban itt még korán sincs vége. Minden nap azért dolgozik, hogy jobb életük legyen a bencédi embereknek. Teszi mindezt egy olyan közösségben, ahol barátság, bizalom és szeretet van.